Az adventi időszakban több jótékonysági akciót is hirdetnek minden évben a návaiban. A diákok rendszerint szívesen állnak a kezdeményezések mögé. Az intézmény aulájában ezúttal számtalanféle állat eledel várta, hogy eljusson a menhelyre került kedvencekhez. Én nagyon-nagyon szeretem az állatokat, állatvédő vagyok. Én nagyon sokat próbálok megtenni az állatokért. Magánakcióba kezdtem, hogy minél több állateledelt tudjak összegyűjteni, és így házról háza jártam, a barátai körünket kérdeztem meg, hogy esetleg van, aki még szeretne adományozni rajtam kívül, és minél több ember, annál több, vagy annál nagyobb dolgot tudunk tenni. Az iskola több mint egy évtizeddel ezelőtt tartotta meg első hasonló akcióját, akkor ruhagyűjtést szerveztek, ami nagy sikert aratott. A segítségnyújtás ezután gyorsan hagyománnyá vált, mondta el televíziónknak Rácz Bálint, az intézmény oktatója. Teltek múltak az évek, és más jellegű akciókban is elkezdtünk részt venni, és igazából ez így indult. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy a diákok ezt a mások segítését fontosnak érezzék, tartsák, és hát ha belegondolunk, hogy mekkora segítséget ad mondjuk egy tanuló egy-két üdítő vagy csoki ára, az most épp nem üdítő vagy csoki, hanem egy kis segítség, ami egy családnak vagy egy állatmenhelynek éppensége nagy segítség lehet. A diák önkormányzat munkáját segítő pedagógustól azt is megtudtuk, hogy egy-egy ilyen kezdeményezéshez átlagosan mintegy 50 tanuló csatlakozik.